Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági Bizottság mai ülésén. Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülés napirendjére szóló meghívót. Kérdezem, hogy a napirendi javaslatokhoz képest van-e valakinek kiegészítő javaslata? Amennyiben nincs, ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja, az készfelelemesen jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú döntés, ellenvéleményt nem látok. A jelenlét ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozott képes így munkáját megkezdi. Első napi rendi pontként Süli János urat hallgatjuk meg, aki a Paksi Atomerőmű két új blokja tervezéséért, építéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterjelölt. A mai meghallgatás az meneti tekintve úgy fog kinézni, hogy miniszterjelölt úrnak lesz lehetőség egy expozéra, amelyben kifejtheti azt, hogy az ön előtt álló feladat elvégzése az mit is jelent. Utána a képviselőtársaim kapnak lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, illetve véleményt nyilvánítsanak. Majd a végén arra kérem miniszterjelölt urat, hogy az elhangzott kérdésekre adjon válaszokat. Köszöntöm kollégáit is, Aszódi Attila kormánybiztos urat, illetve Mittler István urat, amennyiben igényli miniszterjelölt úr, nyilvánvalóan kollégái is segítettek a válaszadásban. Meg is adom a szót Süli Jánosnak. Tisztelettel köszöntök mindenkit, bizottsági tagokat, vendégeket, a média képviselőit. Akkor egy rövid bemutatkozást szeretnék tenni. 56. január 26-án születtem, és tulajdonképpen tudatos gyerekkorom óta mindig azt mondtam, hogy elektromérnök szeretnék lenni. Ebből villamosmérnök lett, ennyi csak a pálfordulás. Tulajdonképpen szakközépiskolától egyetemig mindig a energetikai része érdekelt, tehát erős áramú szakon tanultam mindvégig, és akkor első munkahelyemként a Paksi Atomerőmbe kerültem, ahol üzembejelző mérnökként az erőműberuházási vállalatnál dolgoztam 5 évet, és akkor 5 év után kerültem át a Paksi Atomerőmbe. Így az üzembejelzés során mind a 4 blokknak a építését nyomon követhettem aktívan, hogy az építkezés 3 blokját, azt mint üzembejelző, tulajdonképpen a befejező fázisban a berendezések fölélesztése próbája volt a feladatom, a 4-es blokkon pedig már akkor villamos üzemviteli osztályvezetőként a berendezések átvételébe működtem közre. 31 évig dolgoztam az atomerőműben, végigjártam tulajdonképpen minden lépcsőfokot, voltam főosztályvezető, műszaki igazgató, üzemviteli igazgató, majd vezérigazgató, utolsó évben vezérigazgató helyettes voltam, és akkor a munkaviszonyom az 2011 végén szűn meg. Abban a rövid időben, amíg nem lettem polgármester Pakson, akkor a megújuló energiával foglalkoztam, alapvetően napkollektorok és rétegtárolóknak a létesítésével, üzembehelyezésével. Ez nem volt idegen előtte se tőlünk, hisz az atomerőmű a soha nem idegenkedett a megújuló energiával kapcsolatban. Mindig is támogatta ezen alkalmazásokat, csak ugye az elterjedésének van egyéb oka, hogy miért nem lehet Magyarországon a rendszer szabályozás szempontjából ezeket a megoldásokat ma sem még teljes körülön alkalmazni, de dolgozunk azon, például a Paksnak is van egy olyan programja, egy direkt brüsszeli pályázat keretében nyertünk most az Elena programba 2 millió eurót arra, hogy tulajdonképpen nagy erőművek és a megújulók közötti kapcsolatot úgy hozzuk létre, hogy rendszer szabályzásba akadályt ne jelentsen a két rendszer együttműködése, és erre mi az Európai Unió fele egy közösségi közlekedésbe való ágyazást, ami tulajdonképpen nálunk azt jelenteni, hogy ami az osztrákoknál, németeknél, Svájcban a vízenergia, tározós erőművek, szivattyús tározós erőművek, ahelyett mi a közösségi közlekedésnek a buszait, kukásautóit, egyébet használnánk arra, hogy ezt a rendszernek a nem számunkra nem akkor süt a nap, illetve fúj a szél, amikor kell, hanem akkor, amikor
az időjárás engedi, ezt valamilyen formába össze kell hangolni, hiszen az pedig gazdaságilag nem elképzelhető, hogy Paksot terheljük le akkor, amikor a napenergia vagy a szélenergia rendelkezésre áll, hisz akkor Paksnak a gazdaságosságát veszélyeztetnénk. Tehát mindenféleképpen olyan mintarendszert szeretnénk kidolgozni, erre kaptuk meg ezt a 2 millió eurót, ami bizonyítani tudjuk, hogy a nagy erőművek és a megújulók együttes működésére lehetőség lenne Magyarországon. Visszatérve, tehát a beruházást annak idején is, hogy saját magam nyomon kísértem, akkor egy jó ipari háttérre rendelkező Magyarországgal volt módom találkozni, hogy akkor épültek előtt a nagy erőművek Tatabánya, Mátrai erőmű, Százszalombatta, Tisza, és hogy ezekből az erőművekből érkezett oda egy jó összegyakorlott, szakmailag szinte baráti szintű ipari gárda, és az akkori paksi mennyiségek is már az egynégbloknak a műszaki, építészeti berendezés száma tulajdonképpen egy pillanatra térre rogyasztotta ezt az ipart, és ugye különböző szervezési egyéb intézkedéseket kellett tenni, például a műszakrendtől kezdve kormánybiztos irányítást bevezetni, hogy egyáltalán ezt a fajta nagy építkezést ki tudja szolgálni, hangsúlyozom, akkor még ugye nagyipari háttérrel rendelkező létezett GANZ, EVIG, MOM, akkor a nagy szerelőipari vállalatok GG-vel, április még, tehát ez, nem akarom mindet felsorolni, Vertesz, GANZ víz, gép, tehát a vizes alkalmazásoknak minden vízgépét elő tudta állítani, nagy építőipari cégek, 22-es, 26-os, tehát ma látható, hogy bonyolult feladat lesz, hisz akkor is bonyolult volt ezeket a feladatokat megoldani, most pedig végképp nem egyszerű, és a méretek pedig jóval nagyobbak a mostani blokknak, robusztusabbak a méretei, több anyagot kell beépíteni. Igaz, hogy berendezés szám, mondjuk ugyanakkor a teljesítményen, mondjuk generátorban egy negyede, mint a mostani, hisz most egy 1200 megawattos nagy gép lesz per blokk, akkor pedig ugye 220 megawattos gépekből, tehát minden blokkon két generátor, két transformátor egység, amit hál' Istennek akkor még a GANZ le tudott gyártani, gazvillany berendezésé voltak ezek, és a villamos elosztó rendszerekhez is Magyar Vas lett főhasználva, és magyar építő munkások szerelték össze azt a sok kapcsoló szekrényt, aminek a ma egy kicsit bizonytalan, de hát az is feladatunk ebbe az időszakba, hogy ebben a hátralévő időben megszervezzük azt az ipari hátteret, hogy minél több élő munkát, hogy a szerződésben az van vállalva, hogy 40%-ot teljesített a beszállító, magyar, tehát magyar beszállítás aránya ennyi lehet. Mi bízunk benne, hogy ebből minél többet összeled, hát ez egy igen komoly feladat. És ugye a másik feladat, ez összefügg mindennel, hisz a létszám ugye változó, de munkacsúcsban a két blokk közel egy időben kezdődik meg az építkezés, egy rövid egyéves eltolással, így a csúcslétszám az elérheti a fizikai, tehát a szerelő, kivitelező létszám a területen a 8000-8500 főt. Ezt bízunk benne, hogy minél több magyar ember fog dolgozni, de akkor is az ország számtalan részéről kell őket ide telepíteni. Az azt jelenti, hogy meg kell oldani, mint akkor is meg kellett oldani ezen embereknek az elhelyezését, az elhelyezéshez kapcsolódóan a kulturális szabadidejű tevékenységét, de meg kell oldani azt is, hogyha orvosi vagy egyéb gondjai vannak, akkor azoknak is a helyszínen, tehát itt szertágazó feladat van, hogy a szakértői irányítói létszám az körülbelül 1000 fő lehet a területen, ezeknek a családtagja is önmel, hisz ugye 8-10 év között időszakattól függő, hogy ki melyik fázisba kapcsolódik be a munkába, mert a tervhonosítás, terv egyeztetés, akkor ugye több ideig van itt. Tehát itt az iskoláskorú gyerekek, vagy akár kisebb gyerekeknek is a ellátását a térségbe meg kell. Illetve a térséget is fel kell készíteni arra,
hogy olyan logisztikai, tehát olyan mennyiségű anyagok fognak mozogni a térségbe, amit a környező kapcsolódó úthálózatnak le kell tudni majd vezényelni, akár a Paksi, hogy ez egy egyutcás völgyes szerkezetű település, nagyon nagy forgalmat már nem lehet ráengedni, tehát itt foglalkozni kell, hogy Paksot miként lehet termetesíteni, illetve hát a környező utakat, aki jár felénk, az tudja, hogy egy utat kivéve azért minden út az felújításra szorul, de ugyanúgy a vasútnak az állapota. Tehát ezek mind tisztázandó kérdések a következő időszakban, hogy mit, melyik irányba használjuk a vasutat. Ez a vasút legyen felújítva, vagy esetleg egy másik szárvonal, mert Tolna felül is szóba jöhet egy becsatlakozás. Tehát az összefüggések azt gondolom, hogy jelentősek, és akkor kellene egy nagyon fontos fölkészítési program, mert Magyarországról azt gondolom, hogy nem sok ipari vállalkozó. Tehát ebben az elhúzódó folyamatban, hogy mikor lesz Paks, mikor indulhat, hogy a kivitelezők se mertek áldozni, nem fordítottak arra költséget, hogy ők betanítani, kivigyenek embereket hasonló építkezésre. Tehát ezt is meg kell oldani, hogy valamilyen, és ez meg lehet, ez jó befektetés a jövőbe, mert ha 40%-ot mi tudunk teljesíteni, akkor az, hogy évi pár milliárdot a vállalkozók támogatására fordítunk, akik majd kint bekapcsolódhatnak építkezésekbe, amit az orosz fél végez, az azt gondolom, hogy mindenki szükséges, hisz nincs ilyen jellegű tapasztalat. És a szakemberképzés is, ugye pillanatnyilag Pakson van egy műszaki szakközépiskola, ami Zömében el tudja végezni, Dunajváros, Szexárd Műszaki Egyetem, tehát alapvetően főiskolai, bezárólag arra környékbeli intézmények alkalmasak, Műszaki Egyetem pedig alkalmas az egyetemi végzettségűek képzésére, illetve hát azok a speciális egyetemek, Veszprémtől kezdve vegyiparba, vagy fizikus képzésbe, Debrecen, vagy a Szegedi Egyetem, tehát azt gondoljuk, hogy megvan a magyar képesség arra, hogy a felsőfokú végzettségüket kiképezzük. Az egy fontos dolog, hogy egyébként, mivel vannak az olyan speciális részei tudásnak, hogy például orosz képzést is be kell indítani, tehát egy pár főt mindenféleképp indokolt Oroszország képzésbe is részesíteni, hisz vannak olyan speciális ismeretek, amit csak az ő körülményei közt lehet megismerni. Hát azt hiszem, majd kapok kérdést, ha valamit kifelejtettem. Röviden ennyit szerettem volna, és akkor várom a kérdéseket. Esetleg nem tudom, ha Attila valamit. Jó, köszönöm, akkor igen. Köszönöm Süli Jánosnak a bevezetőt. Képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, illetve véleményt mondjanak a miniszter meghallgatásához, a miniszteri élet meghallgatásához. Galambos Dénes elsőként. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszterjelölt úr, nagy örömmel értesültünk arról a felkérésről, amelyet miniszterelnök úrtól kapott miniszterjelölt úr. Annak okán is, hogy a térség együttműködés okán is, illetve annak okán is, hogy ismerjük polgármester úr személyes tevékenységét, úgyis, mint szomszéd, úgyis, mint polgármester 2014-től, és természetesen a szakmai életútját pedig az előző fejlesztésének a végvitelén. Én azt gondolom, hogy a térség együttműködés, amelyet kifejtett miniszterjelölt úr, erre szeretnék én rövid gondolattal ráerősíteni, és örömmel vettem azokat a gondolatokat, amelyeket jelzett, mind logisztikában, mind együttműködésben, út-vasút fejlesztésben. Közösen gondolkodunk ebben, és azt gondolom még az is egy fontos elem, hogy a hatos, M6-os autópálya, illetve annak az alternatív lehetőségeit pedig közösen vizsgálva, Fejér megye, jelesül Dunai város, illetve Fejér megye déli részének a fejlesztése jelentős mértékben összekapcsolódik azzal, amelyet miniszterjelölt úr mondott, mint az alsóbrendű utak, mint a vasúti kiváltási lehetősége kapcsán. És a másik, ami nagyon fontos elem, amit említett, a Dunajváros Egyetemnek a képzésben való részvétele, nyilván hazabeszélek, hiszen az alapképzés, tehát a
BSC, MSC képzésekben mind olyan hátteret kívánunk adni az egyetem révén, amelyet tudjuk segíteni a felsőfokú végzettségeket, de a középfokúak képzését is e tekintetben. Egy fontos kérdést szeretném még felvetni. Örömmel látom, hogy itt van a Szódi Attila úr is, és megint egy szinergiát szeretnék említeni. Acélipari stratégiát a kormány elfogadta, és kérdésem arra irányulna valószínűleg a Szódi Attila úrhoz, de Süli Jánoshoz is, hogy a 10 pontos stratégiai program, amelynek egyik fontos pontja, ugye a Paks 2 vonatkozásában meg kell vizsgálni az acélipari acélgyártók beszállítási lehetőségét. Ezt Lázár János miniszterelnök vezető miniszter április 7-i kormányinfó után meg is erősítette, hogyan képzelik el, és e tekintetben milyen lehetőségei lesznek a Dunafernek. Köszönöm szépen, és a munkájához pedig nagyon jó egészséget, sok sikert, és a kapcsolatainkat pedig szívesen ajánljuk a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szakás László képviselő úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt miniszterjelölt úr. Előjáróban persze el kell mondanom, hogy nyilvánvalóan itt nem a szakmaiság, hanem a kormány által előterjesztett Paks 2-es beruházással van. Ugye nekünk nagyon régóta problémán 2011-ben szólaltunk fel, ugye legelőször ellene, akkor 2011-ben is azt mondta a Magyar Szocialista Pártnak a vezérszónoka, energetika politikusa, hogy csak megalapozott és nyilvános előkészítés után egy népszavazáson, de legalábbis erős társadalmi felhatalmazás alapján meghozott döntés alapján lehet egy ilyen beruházást megvalósítani. Ehhez képest az azt követő 6 évben, ami történt, az, amit mi is látunk természetesen, az az, hogy a beruházás előkészítésére vonatkozó vizsgálatokat nem, illetve nem teljesen végezte el, nem maradéktalanul végezte el a kormány, viszont annak az összefoglaló dokumentumait, az abban foglalt ajánlásokat, azokat az esetleges hiányosságokat, amelyeket az feltárhatott, azt viszont nem ismerhette meg az országgyűlés. Magyarán mondva itt egy titkos paktumról és annak az utóéletéről van szó az előkészítés tekintetében. Úgyhogy mi arra az álláspontra helyezkedünk, ami nyilvánvalóan nem szakmai tekintetű megállapodás önnel szemben, megállapítás önnel szemben, hanem egy kérdéses olyan beruházás, ami valójában egy Putyin-Orbán paktum végrehajtásáról szóló személyi miniszternek a kinevezéséről szól, mi ezt nem fogjuk támogatni ebben a tekintetben, hiszen társadalmi vita nélkül egy Magyarországnak Oroszországgal kötött szerződését kell ugye önnek majd, mint miniszternek végrehajtani. A mi álláspontunk az az, hogy ez a beruházás ez drága, az álláspontunk, hogy az a hitel, amit ez igénybe vett a magyar kormány Oroszországtól, az drága. Az orosz hitelnek a kamata az 3,95% és 4,95% környékén lehet, és hát erről csak, hogy megállapítsuk a zsinórmértékeként, ezért ez magasabb, mint a válság idején felvett IMF és EU hiteleknek az összege. Itt viszont rátérnék a kérdésekre is, és egyébként én is magam is köszönöm az expozéját, ebből már majdnem többet megtudtunk, mint az elmúlt 6 évnek az előkészítő munkájában a kormánynak a beszámolóiból, és ezért viszont bizalommal fordulnék kérdésekkel, hát ha ebben is még akkor tud bennünket segíteni. A kormánybiztosság kiszámította ugye ennek a hitelnek, hogy az előbb mondtam, ez a közel 4-5%-os hitelnek a megtérülését a beruházás kapcsán. Hát, hogyha azt számoljuk, akkor ugye háromszorosáért kellene adni a termelt áramot, mint ma, ahhoz, hogy mondjuk 21 év alatt megtérüljön. Hogy ez igaz-e ez az állítás, de ahhoz, hogy mondjuk 60 év alatt megtérüljön, ahhoz is mondjuk 50%-kal kellene magasabban adni az áramot Magyarországon. Igaz-e ez az állítás? Illetve figyelembe véve a teljes magyar energiastruktúrát, figyelembe véve azokat a korábban is feltárt, jelenleg is rendelkezésre álló szénhidrogén alapú energiaforrásokat, ezáltal a beruházás által kiszorított megújuló
energiaforrásokat, hiszen nem lesz rá pénz. Szükség van-e a jelenlegi kapacitásnak nagyjából a megduplázására Pakson? Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Volner János képviselő úr jelentkezett szólása. Mennyi a szó? Köszönöm szépen. Azon ritka alkalmak egyike a mai, amikor egy a kormányzat támogatását bíró személyt magánemberként és Jobbik frakcióvezetőként egyaránt szakmailag én magam is tudok támogatni. Megjegyzem egyébként, hogy Süli úr, az ön személye mögött olyan szintű támogatás volt szakmai berkekben, ami egyöntetű volt. Ezzel szerintem nehéz vitatkozni. Politikai alapon természetesen mindent meg lehet tenni, ezzel nehéz vitatkozni. Amiért azonban mégis tartózkodással fogok az ön jelölésével kapcsolatban, amennyiben nem tud erre megnyugtató kérdéseket adni, azok, vagy a válaszokat adni, akkor sorolnám is ezeket a felvetéseket, ami részemről megfogalmazódott. Az egyik a bővítés titkosítására vonatkozó álláspontjára lennék kíváncsi, hogy lát-e lehetőséget arra, hogy a bővítéssel kapcsolatos összes titkosított anyagból azokat, amelyek ténylegesen nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot Magyarország számára, megismerhetővé tegyük. Ugye a problémánk az volt, hogy jelenleg a gazdasági bizottság jogosult lenne dönteni a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos több kérdésben, viszont a bizottságunk tagjainak sincs betekintése a megtérülési számításokba, a hatástanulmányokba, és felelősen gyakorlatilag egyik országgyűlési képviselő sem tud ebben a kérdésben állást foglalni. Én magam az eddigi ismeretei alapján atomerőmű párti vagyok, hozzáteszem, legalább ennyire vagyok megújuló energia párti is, azért, mert az atomerőművi bővítés az nem jár környezetszennyezéssel, kiszámítható jövőképet biztosítana Magyarország energia mixében egy ilyen jellegű bővítés. Ezzel tehát egyetértek, de fontos lenne az, hogy ennek a szerződésnek a megítélésében akkor tudunk állást foglalni, hogyha információk birtokában vagyunk. Én azt kérem miniszterjelölt úrtól, hogy minisztersége idején majd járjon el annak érdekében, hogy ezeket legalább egy megfelelően képzett politikusi kör megismerhesse, azokra a szakpolitikusokra gondolok, akik nagyjából itt ülnek a gazdasági bizottságon belül, mert ilyen módon tudjuk a saját pártunkat tájékoztatni arról, hogy megítélésünk szerint megéri vagy nem éri Magyarországnak ez a bővítés. Itt azért jelezni szeretném és emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy Orbán Viktor ezt az megállapodást úgy kötötte meg, hogy titokban utazott el Moszkvába, úgyhogy a saját képviselőtársai sem tudtak arról, hogy a miniszterelnök titokban aláírja Magyarország legnagyobb gazdasági megrendelését, a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó megállapodást. Ez egy olyan lépés, ami ellen Orbán Viktor archív videófelvételek tucatjai bizonyítják, tiltakozott annak idején, akkor, amikor a szocialista kormányok támogatták az atomerőmű bővítését. És megjegyzem, felelős honatja, értelmes és normális szakpolitikus olyat nem csinálhat, hogy egyik pillanatban ellene van, a másik pillanatban, amikor éppen fordul az ellenzéki kormánypárti szerepkör, akkor meg támogat egy beruházást. Tehát a szakpolitikai meggyőződésünk nem változhat ilyen gyorsan, mint ahogy láthattuk a Fidesz vagy akár az MSZP esetén. Mi ebben az esetben konzekvensen azt képviseljük, hogy Magyarországnak szüksége van a bővítésre, a bővítéshez szüksége van olyan szakemberekre, mint amilyen ön, és az önhöz hasonlóan képzett, gyakorlatot szerzett szakemberekre, de fontos az, hogy ezekkel a számokkal tisztában legyünk. Másik, amire ki szeretnék térni, én magam is élénk figyelemmel kísérem a bővítés folyamatát. Akkor, amikor elmentem Hanvas vezérigazgató úrhoz és tájékozottam nála a bővítés kérdésében, akkor egy-két olyan kérdést föltettem neki, amire, hát azt kell, hogy mondjam, nem tudott ő sem megnyugtató választ adni. Ez az, hogy amikor bővítik az atomerőművet, akkor én úgy látom, hogy az atomerőmű jelenlegi irányítóinak és szakembereinek nincs tényleges beleszólása abba, hogy milyen műszaki részletekkel valósul meg, például a turbinasziget és jó néhány olyan egyébként dollár milliókba vagy 10 milliókba kerülő egység beszerelése, és ilyen módon nem biztos a kompatibilitás és az átjárhatóság műszakilag a meglévő atomerőmű és az új atomerőmű között. Ez üzembiztonsági kérdésből is fontos lenne, illetve olyan szempontból is természetesen, hogy ha a meglévő atomerőmű személyzetére támaszkodva szeretnénk majd a bővítésben
közreműködni, akkor ehhez megfelelő szakemberállomány kell, és olyan szakemberállomány, ami lehetőség szerint egy technológia üzemeltetésében már gyakorlatot szerzett. Itt én szerintem egy nagyon fontos irányítási problémát jelent az, hogy a meglévő atomerőmű vezetőinek, szakembereinek ténylegesen érdemi beleszólása legalábbis a bővítési folyamat végrehajtásába, ennek műszaki lefolyásába nincs. Másik, ami aggállyal töltött el, egy másik alkalommal jártam Pakson, ott beszéltem az építésért felelős főmérnök nővel, akinél arra voltam kíváncsi, hogy ez a bizonyos 40%-os magyar beszállítói hányad, amit a kormányzati nyilatkozatok prognosztizáltak, megjegyzem, ezt természetesen mi is támogatjuk, hiszen minél magasabbra kell tenni ezt a beszállítói hányadot, ez vajon hogyan fog összejönni? Én ugyanis azt látom, és az eddigi ismereteim azt mutatják, hogy bár a gazdasági szaksajtóban láttam természetesen az MVM beszállító kerestetik című felhívását, és tudom azt, hogy igyekeztek befogadni ezeket a beszállítókat, föltérképezték azt, hogy milyen ipari kapacitások állnak rendelkezésre Magyarországon, de azt is látom, hogy a másik oldalról meg semmiféle kooperáció nem indult el. A jellemző modellje egy hasonló atomerőmű bővítésnek az szokott lenni, hogy az adott anyaország vállalatával azoknak az országoknak a vállalatai kapcsolatba lépnek, és adott esetben vegyes vállalatokat alapítanak, ahol az atomerőművi bővítés megtörténik. Ezt a Rosszatomnál egyébként jól meg lehet figyelni, és hogyha most arra gondolok, hogy a GANZ Holdingnál Fitos vezérigazgató úr irányítása alatt milyen együttműködés történt, ott is hasonló módon működnek együtt, ilyen módon lehet technológiai transferre szert tenni. Ezt az iparpolitikai lépést én azonban a kormánynál még nyomokban sem vélem felfedezni, gyakorlatilag ez a folyamat nem áll sehol, én pedig azért aggódom, mert ezek a kapacitások a megfelelő minősítésekkel, a megfelelően képzett szakemberekkel nem fognak máról holnapra rendelkezésre állni. Ha a kormány ebben a kérdésben értelmes és nagy lépéseket fog tenni a jövőben, az mindenképpen megnyugtató lesz, hogy ha ezek nagyon rövid időn belül nem kezdődnek el ezek a lépések, akkor sem a szükséges szakemberállomány, sem pedig a cégek technológiai felkészültsége nem lesz megnyugtató arra nézve, hogy egyáltalán közelébe leszünk ennek a 40%-os beruházási hányadnak. Tehát a kérdéseim nagyjából erre irányulnak, kérem azt, hogy akár kormánybiztos úr, akár miniszterjelölt úr majd válaszoljon erre. Köszönöm szépen. Köszönöm, bizottság tagok közül van még valakinek hozzászólás igénye? Igen, Bencsik János képviselő, annyi a szó. Köszönöm a szót. Alapvetően a mai bizottsági ülésünkön Süli János úr miniszteri posztra való alkalmasságáról kell döntenünk, és nem a Paksi atomerőmű tervezett beruházásával kapcsolatos részletkérdések megvitatására kerül sor. Természetesen én a magam részéről azt is helyén valónak tartom, hogyha akár az energetikai albizottság keretében szakmai kérdésekkel is foglalkozhatunk majd a későbbiekben, ahol már a miniszter urat láthatjuk vendégül. Éppen ezért, mert az alkalmasságról van szó, én azt szeretném kiemelni, hogy a szakértelem, a közösségi szolgálat és az emberi tartás egy ember életében, egy ember esetében nem feltétlenül kizáró ismérvek. Tehát, hogyha egy embernek az életében a szakértelem, az emberi tartás és a közösség iránti elkötelezettség, közösségi szolgálat megvan, az akár miniszteri posztra is alkalmas lehet. Tehát jó szívvel tudom támogatni Süli urat a miniszteri poszt betöltésére. Azt pedig külön szeretném megköszönni, hogy hozzáértő emberként kiemelte azt, hogy a megújuló energia előállítás és használat, továbbá az atom energia békés célú használata és közösségi célra történő felhasználása is megfér egymás mellett, és a Nemzeti Energia Stratégiának megfelelően a megújuló energiaforrások fontos, kiegészítő szerepet tölthetnek be, töltenek be ma is, és tölthetnek be a jövőben is az ország biztonságos energiaellátásában. Nagyon fontos többször kihangsúlyozni azt mindenhol, lehetőség szerint, amit Süli úr is említett, hogy csak divatra, csak a jelen trendekre alapozva nem lehet biztosítani egy ország
és biztonságos energiaellátását. Tehát fontos az még egyszer, hogy a hagyományos energiahordozókra épülő legmodernebb technológiák, az atomenergia és a megújuló energiák együttesen biztosítsák egy országnak, ez esetben a mi országunknak, Magyarországnak a biztonságos energiaellátását. Én azt látom a korábbi munkáját mérlegre téve, személyes együttműködésünk tapasztalatait is ide téve az asztalra, hogy ezeknek a kritériumoknak és ismérveknek mindenképpen megfelel Súlyi úr. Jó munkát fogok kívánni neki az előtte álló feladat és szolgálat elvégzéséhez. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Szeretném csak megerősíteni, hogy valóban ugye ma a miniszteri alkalmasságról kell döntenünk, és a nyilvánvalóan ennek megfelelően a vitát is e körül kérem tartani a képviselőtársaim részéről. Bizottsági tagok közül van-e még valakinek hozzászólás igénye, amennyiben nincs? Szakács képviselő úr? Szakács képviselő úr, kíván még valamit mondani, önni a szó. Köszönöm szépen, persze Bencsik képviselőtársamnak a hozzászólása gondolatokat ébresztett még bennem. Szakértelem, tartás, tisztesség, ugye ezt mondta ön, és úgy gondolom, hogy mi ezt látjuk a miniszterjelöltben, mi azt nem látjuk, hogy ilyen minisztériumra szükség lenne Magyarországon, ami egy titkos Orbán-Putyin paktumot kellene, hogy végrehajtson, amiről egyébként, ahogy már többször is itt ma beszéltünk, a képviselők nincsenek abban a helyzetben, hogy eldönthessék, hogy ez a paktum, amiről csak annyit tudunk, hogy egy átkozottó drága hitelből megépülő beruházásra szól, ezért erre szükség van a Magyarországon, ezért nem mehetünk el természetesen a feladat mellett sem, hiszen az alkalmasság mellett ugye a feladatot is néznünk kell. A feladat tekintetében pedig nekünk mindig voltak kétségeink. Szerintünk a miniszterelnöktől a tartás, a tisztesség és a szakértelem ugyanúgy elvárható lett volna, amikor elment Moszkvába, és megegyezett a magyaroknak a háta mögött, a magyaroknak a megkérdezése nélkül egy nagyon drága, de legalább nagyon-nagyon nagy összegű hitelnek a felvételéről. Mi erről beszélünk, nem pedig arról, hogy szakmailag nem lenne felkészült a miniszter jelölt, mi arról beszélünk, hogy nem tudjuk a hozzárendelt feladatot. Az egyébként már csak az önök problémája, hogy Magyarországon az egészségügynek nincs minisztériuma, az oktatásnak annak nincsen minisztériuma, Paks 2-nek lesz, meg a propagandának is van. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő. Azt gondolom, hogy a miniszter jelölt úrnak a tevékenységét egyértelműen körülhatározza az a feladatkör, amit kapott, tehát konkrétan a két új erőművű blokk tervezésért, megépítéséért és üzembehelyezésért fog felelni. Azt gondolom, hogy ennél exaktabb körülírást nehéz elképzelni. És ahogy ön mondta, a beruházás nagyságrendje, azt gondolom, hogy az önmagában is indokolhatja azt, hogy egy tárcán nélküli miniszter foglalkozzon ezzel a beruházással, de nyilvánvalóan ez majd a viszontválaszba elé fog kerülni. Miután a bizottsági tagok részéről nem látok további hozzászólás igényt, Szélban, de Volner János képviselő. A bizottsági tagokat követően fog szót kapni Szél Bernadett képviselőasszony, miután nem tagja a bizottságnak, de az LMP-nek nincs bizottsági tagja, ezért önnek is szót fogok adni, azután a bizottsági tagok sorra kerültek. Köszönöm, elnök úr. Azért kértem még szót, mert még egyszer nyomatékosan jelezni szeretném, hogy a jelöltet alkalmasnak tartjuk, tehát az ön személyére jó érzéssel tudnák igennel szavazni. A titkosítások és az egyéb a kormányzat által megválaszolatlan kérdések azok, amelyek tartózkodásra módosítják majd a véglegesen leadott szavazatot. A másik, amiről szeretnék beszélni, elnök úr, és szerintem erről sem ártana három szót ejteni itt a gazdasági bizottságon belül. A paksi atomerőmű bővítésének a kérdése az nem csupán egy politikai kérdés, és nem csupán egy szakmai kérdés, hanem egyben egy geopolitikai játszma is zajlik ebben a kérdésben Magyarország területén. Itt erről fontos beszélni, és őszintén ezt meg kell ezt tenni. A geopolitikai játszmának az a tétje, hogy az Amerikai Egyesült Államok úgy ismerte föl, hogy Magyarország orosz befolyás alá kerülhet, vagy legalábbis az orosz befolyás nőhet Magyarországon, hogyha orosz technológiával valósítunk meg atomerőmű bővítést,
És ez őszinte aggodalommal tölti el az amerikaiakat. Mi azonban most két nagy világhatalom ütköző zónájában fekvő államként mindig úgy kell, hogy egyensúlyozzunk saját nemzeti érdekeinknek és értékeinknek megfelelően, hogy az ország népe ezzel a döntéssel jól járjon. Fontos azonban látni azt is, hogy ennek az amerikai nyomásnak vannak magyarországi aktorai, olyan pártok, olyan képviselők, akik az Amerikai Egyesült Államok érdekében megpróbálnak eljárni, nem szakmai meggyőződésből, hanem azért, mert az Amerikai Egyesült Államok érdekében eljárva megpróbálják ellehetetleníteni ezt a paksi atomerőművi bővítést, és ez bizony minket kell, hogy eltöltsön aggodalommal, mert ennek szintisztán szakmai kérdésnek kellene megmaradnia. Ennyit szerettem volna előjáróban elmondani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Szélben lehet képviselőasszony a szó. Na hát ez még érdemes volt meghallgatni Volner úrtól. Köszönöm a szót. Tehát elnézést kérek, én kicsit ki fogok lúgni itt a sorból, mint az üdvözlő, nem tudom, képviselőknek a tömkelegének a felszólalásaiból. Fogalmam sincs, hogy ennek milyenek az emberi adottságai, és nem is szeretnék az ön személyébe belemenni, mert nem gondolom, hogy ez egy személyeskedésnek, vagy bármifajta az ön személyt megítélő kérdésre kellene, hogy legyen, hogy ön miniszter lesz a paksi beruházással kapcsolatban. Én szeretném azt előrevetíteni, hogy 2013 óta gyakorlatilag ezzel az üggyel foglalkozom. Fű alatt hozták be először ezt a kérdést, a paksi bővítés kérdését az Országgyűlés egyik szakbizottságába, a kapacitás fenntartásnak nevezték ezt, és egy előző este meghirdetett, másnap reggelre meghirdetett ülésen mondták, hogy előre haladott fázisban van a paksi bővítésnek az ügye. Ezt követően gyakorlatilag Orbán Viktor felült a röpülőre, elment Moszkvába, és onnan úgy jött haza, hogy mi bővíteni fogunk. Tehát ez egy olyan terhelt projekt, aminek az összes terhével önnek miniszterként meg kell birkóznia, és én azt gondolom, hogy ezen a szakbizottsági meghallgatáson nekünk arról is meg kell győződnünk, hogy mennyire tudunk önnel értelmesen beszélni paksi bővítéssel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban. Én viszonylag sokat beszélgettem, vagy próbáltam beszélni még Németh Lászlónéval, akkor ott volt Varga Mihály, a Paks 2 projektcég, Paksi Atomerő vezérigazgatója, Lázár Jánossal több körben próbáltam érdeklődni, hogy akkor egész pontosan a paksi bővítés az mi végre való Magyarországon. Aszódi Attila kormánybiztos úrral is voltak már beszélgetéseink, vitáink. A lényeg az, hogy alapvető kérdésekre nem kaptunk most 2017. április 18-áig választ, tisztelt miniszterelnök, miniszterjelölt úr, mindjárt kinevezem, bocsánat. De a lényeg az, hogy én egy kicsit meglepődve fogadtam a miniszterelnök urat, és innen jött az elszólásom, amikor ugye egy azonnali kérdésemre válaszolva visszatérte ugye magához a szót, és azt mondta, hogy egyébként egy tárca nélküli minisztert fog Paks 2-nek az élére kinevezni. Én szeretném kérdezni, hogy most, hogy már nehogy az legyen, hogy ennyi bába között elveszik a gyermek, ahogy szokták mondani, hogy egész pontosan, hogyha valami nem úgy megy Pakssal kapcsolatban, mint a bővítéssel kapcsolatban, ahogy azt tudok eltervezték, és amiről egyébként mi keveset tudunk, akkor ki vonható felelősségre, és milyen értelemben? Tehát önnek hol lesz a felelősségi köre ebben az egész történetben? Mi az, amiért ön felel, és mi az, amiért nem ön felel? Ezt legyen kedves, nagyon szálazza szét a válaszában, mert viszonylag ismert metódus az a kormánypártok részéről, hogy egymáshoz küldözgetik a kérdezőt, mármint hogy egyik minisztériumtól a másikig, meg a különböző projektcégekig. Ez egy kicsit unalmas játék, nem túl hatékony és visszaérés az adófizetők pénzével, tehát akkor legyen kedves letisztázni, hogy egész pontosan mi az, amivel kapcsolatban önhöz fordulhatunk, és mi az, amivel kapcsolatban mondjuk Lázár Jánoshoz, illetve Aszódi úrhoz fordulhatunk. Azt is szeretném tudni, hogy milyen elvárásokat fogalmazott meg önnel szemben a miniszterelnök úr. Volt-e esetleg olyan elvárás, hogy a korábbinál gyorsabb ütemben kell haladni a beruházással? És olvastam az ön egyik első interjúját, sőt, szerintem talán az első interjú volt. Rögtön azzal kezdte, hogy azt nyilatkozta, hogy ön szerint felelőtlenség és pótcselekvés az, hogy az LMP el szeretné érni, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban népszavazás legyen. Ön fenntartja ezt az álláspontját? Tehát amit mi teszünk, az ön szerint felelőtlenség és pótcselekvés, ezt legyen kedves, magyarázza meg nekem, mert nem egészen értem, hogy mivel érdemeltük ki ezt az állítást. És tekintve, hogy bizonyára tud róla, hogy mi azon fáradozunk folyamatosan, hogy népszavazásra tudjuk vinni a paksi bővítésnek az ügyét,
legyen kedves, véleményezze azt is, hogy egyetérte ön azzal, hogy a magyar emberek ön szerint is, ahogy a Nemzeti Választási Bizottság megfogalmazta, felkészületlenek ahhoz, hogy egy ilyen komplex kérdésben, mint a paksi bővítést, véleményt mondhassanak. És ha igen, tehát ha ön is úgy gondolja, hogy a magyar embereknek nincsen szava ezzel kapcsolatban, akkor ön hogy szándékozik majd miniszterként kommunikálni a magyar néppel? Mik az ön tervei ezzel kapcsolatban? A visszatérő rákfenéje az egész paksi bővítéstek az a végtelen titokerdő, amiben nagyon nehéz rendet vágni. Bizonyára tudja, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja vagyok, a mai napig nem tudtam elérni, hogy az ön kollégái közül bárki bejönjön a bizottság ülésére, és mondjuk az EPC szerződéseket nekünk prezentálja. Nekem kellett lemennem a miniszterelnökségnek a pincéjébe, és ott megkaptam 11 000 oldalt, hogy akkor abból mondja meg, mit szeretnék olvasni. A partnere ön abban, hogy az EPC szerződéseket a képviselők számára valamilyen körben nyilvánosságra hozzák, a munkákat segítendő, vagy ön is folytatni kívánja azt a gyakorlatot, amit az ön kollégái vagy elődei megtettek, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy minél kevesebbet tudunk a paksi bővítésről, annál jobb önöknek, és annál jobban tudnak haladni egy olyan beruházással, aminek a létjogosultságáról még senki nem győzött meg, sem engem, sem nagyon sok embert ebben az országban. Tehát így az átláthatóság terén számíthatunk az ön esetében valamilyen pozitív változásra. Holnap önt meg fogják hallgatni a kezdeményezésünkre a Fenntartható Fejlődés Bizottságában. Innentől elkezdve én kollégámnak, Salai Róbert Benedeknek hagyom meg azt a feladatot, hogy a többek között az atomenergia meg a megújuló energiáknak az egymással kapcsolatos csereszabatosságának a kapcsolatos véleményét megbeszélje. Én ezeket a kérdéseket most itt hagyom. Nyilván tudja, hogy a hagyományos zöld álláspontot vallom ezzel kapcsolatban. A kettő egy teljesen más rendszer, a kettő az nem összeilleszthető. Innentől elkezdve nem tudom esetleg, ha ön véleményezni, amit Lázár János mondott Pakson, mégiscsak ön lesz a minisztere perceken belül ennek a beruházásnak. Ő azt mondta, hogy a fennmaradó részt megújuló forrásokban elsősorban napenergiából fedeznék. 50%-ot adna Paks. Mondjuk szerintem összekeverte a bruttó termelés meg a felhasználás, de hát miniszter úr nem biztos, hogy ezt annyira pontosan tudja. De mindesetre igaz az, tehát jól kell értenünk, hogy itt most önök arra mennek rá, hogy 50%-nyi energiafelhasználás Magyarországon napenergiából menne, vagy Lázár János úr esetleg valamit félreértett. Ezt köszönöm, hogyha véleményezi, de holnap erről úgyis bővebben szó lesz. A fűtőelemek kérdése. Szintén ebből a Lázár interjúból, ami azért érdekes az ön esetében, mert hogy Lázár János önt mutatta be ezzel az interjúval, ezzel valamilyen szinten ennek az interjúnak az árnyéka önre is vetül. Azt jegyezte meg, hogy bárhonnan jöhetnek a fűtőelemek. Ezzel kapcsolatban tudnánk valami pontos információt kapni, esetleg kormánybiztos úrtól, hogy mégis most akkor ezzel kapcsolatban mi a terv? Tehát vannak pontosabb információk, hogy a fűtőelemek honnan jönnének? Képviselő asszony, elnézést kérem, de a miniszter jelölt meghallgatása személynek az alkalmasságáról szól, arról, hogy alkalmas-e arra, hogy betöltse ezt a tárcanyagú miniszteri posztot. Arra kérem, hogy ilyen tárgyú kérdéseket tegyen fel a miniszteri jelölti meghallgatáson, bármi más szakmai kérdést olyan későbbi alkalommal feltehet, amikor a bővítésről, illetve az új beruházásnak a részleteiről van szó, ma nem ennek van a helye is. Elnök úr, én kénytelen vagyok vitatkozni önnel, szerintem egy miniszteri jelöltek a meghallgatásába abszolút beletartozik az, hogy mennyit tud a projektről. Én ezzel kapcsolatban kérdezek. Egy másik miniszter mondott elég hajmeresztő dolgokat, hát hadd kérdezzem meg a miniszter jelölt úrtól, hogy akkor most egész pontosan hogy látja ezt a kérdést. Nem tudom, mire vélni ezt a kioktatást, amiben részesült. Nem kioktatásról van szó, hanem egy házszabályról van szó. Házszabályi rendelkezésről és egy bizottsági ügymenetről van szó. Ő nem tagja ennek a bizottságnak, nyilván ezért nem tudja, hogy ebben a bizottságban hogy és miként folyik az ülés vezetése. Tehát nem szeretném, ha kritizálni az ülés vezetést, mert nem erről. Tehát most, még egyszer mondom, nem is kell Süli Jánosnak válaszolni ezekre a kérdésekre, hiszen a mai napi rend nem erről szól. Tehát arra kérem, olyan kérdéseket tegyen fel a miniszter jelölt részére, ami alapján az alkalmasságát tudja megítélni. Köszönöm. Elnök úr, nézze, elég sokan most már elég érzékenyek vagyunk ebben az országban arra, hogy a szabadság jogainkat korlátozni akarják. Ennek az országgyűlésnek a képviselője vagyok, egy miniszter jelölttel ülök itt szemben. Szeretném föltenni a kérdéseimet, kérem ne korlátozzon ebben a házszabály lehetőséget. Nem ez a napirend folyik. Még ha a jelölt úr nem akar válaszolni, nem fog válaszolni. Jó, arra kérem, hogy arról kérdezze, ami a munkájával kapcsolatos, és elnök úr, álláspontom szerint arról kérdezem, kérem ne oktasson ki engem, vannak bizonyos jogosítványai még az ellenzéknek ebben a házban, és megyünk tovább. Tisztelt jelölt úr, kettő kérdésem van, hogy az a kapcsolatban, hogy szándékozik-e tárca nélküli miniszterként
egy antikorrupciós stratégiát létrehozni Paks 2-vel kapcsolatban. Mint bizonyára tudja azt, hogy Paks 2-nek az egyik legnagyobb rákfenéje az, hogy teljesen átláthatatlan a beruházás. Nagyon sok kritika éri ezért a paksi bővítést, mert hogy hatalmas a korrupciós kockázata. Szándékozik-e valamilyen javító intézkedést ezzel kapcsolatban bevezetni? Álláspontom szerint egy antikorrupciós stratégia az ország legnagyobb korrupciós kockázatú beruházásához úgymond dukálna. Kérdezem, hogy bevonják-e az antikorrupciós szervezeteket, szakértőket, lesz-e személyi felelős ennek a kérdésnek? Még egy kérdésem van azzal kapcsolatban, amit Lázár János mondott, hogy ön tud arról, hogy nemzetközi menedzsmentet hoznának létre Pakson? Szeretném, ha ezt letisztáznánk valamilyen körben, és hogyha igen, akkor ezt támogatja-e. Szintén kérdezném, hogy van-e nyilvánosan megismerhető hatásbeslés arról, hogy hány magyar munkavállaló számára fog a paksi bővítés újállást teremteni. Ugye most néha több tízezer emberről hallunk, néha ennél kevesebbről. Szeretném kérdezni, hogy van-e olyan anyag, amiből megismerhetjük, és hatásbeslés igényességű, amiben megtudhatjuk, hogy az ön által percegen belül vezetett beruházás az konkrétan milyen hatással lesz a magyar munkaerőpiacra. És még egy kérdésem van, viszonylag turbulensek most az információk azzal kapcsolatban, hogy piaci hitelből fogják-e megvalósítani a beruházást, vagy pedig maradnak az orosz hitelnél. Ezzel kapcsolatban tud-e ön nekem bármit mondani? Van-e valamilyen változás ezzel kapcsolatban, vagy továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy Vladimir Putyintól szeretnének hitelt felvenni? Megköszönöm, hogy a kérdésemre válaszol, hanem nyilván tudomásul fogom venni, viszont ahhoz ragaszkodom, hogy ezeknek a kérdéseknek itt helye és ideje van. Köszönöm, Fontos Sándor képviselő jelezte, hogy hozzá kíván szólni. A házszabály szerint erről szavaznunk kell. Tehát ki az, aki támogatja, hogy Fontos Sándor képviselőnek adjunk szót a bizottság ülésén, ezt köszönöm és a jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú döntésével a bizottság úgy döntött, hogy szót ad, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt miniszterjelölt úr. Megpróbálok majd a kérdésemben a szakmai területre visszaevezni, és azokat a politikai vádakat, amit itt az ellenzék már megtett, azokat azt gondolom, hogy figyelmen kívül kell hagyni, hiszen úgy látszik, hogy Süli János felkérés erre a posztra nehéz dió az ellenzék számára is, mert Bencsik János hármas jelölő minősítése alapján nehéz is megtenni, hogy valaki ellenezze Süli János miniszter posztra való jelölését és alkalmasságát, hiszen ott említett mindhárom kritériumnak véleményem szerint is megfelel. Ugyanakkor Volner János frakcióvezető úr, hadd említsek meg egyetlen egy függő kérdést, amiben azt mondta, hogy Paks 2 beruházásával gyakorlatilag az oroszok befolyása alá került Magyarország, és ez függetlenségi kérdés, és egyebek felépített egy teória vádat. De akkor nekem meg kell kérdeznem, hogy ezek szerint Németország és Oroszország zsebébe van? Azáltal, hogy hozott egy racionális döntést, hogy az északi gázvezetéken úgy gondolja, hogy az energiaellátást már pedig biztosítani kell, tehát ez a képtelenség, remélem, érzékelteti, hogy nem lehetséges, hogy egy racionális döntés meghozatala miatt esetlegesen úgymond Oroszország zsebébe kerül Magyarország, ahogy itt a Jobbik ezt most megpróbálja érzékeltetni, de az ellenzék több pártjától is ezt halljuk. Szél Bernadett képviselőtársam túlmozgásos kérdés felvetéseinek egyetlen egy részét, a politikai és a vád felállítása, koncepció felállítása kérdés hagyjuk figyelmen kívül. Egy része számomra is izgalmas, és erre miniszterjelölt úr is fontos információt mondott, és erre kérném szépen, hogy esetleg válaszolna a megújuló energiák kapcsolata. Szél Bernadett azt mondja, hogy a hagyományos és megújuló energiákat külön kell választani, azokat ne kapcsoljuk össze. Itt nem sokan vagyunk erős áramú villamosmérnökök ebben a teremben, és éppen ezért kérném szépen miniszterjelölt urat, hogy arra esetleg adjon némi támpontot a kívülállók és ehhez a területhez nem értők számára, hogy egy ország beépített teljesítményéhez képest, hagyományos beépített energiatermeléséhez képest, körülbelül hány százalék megújuló energiát lehet ráengedni úgy a hálózatra, hogy az ne essen szét. A szabályzás. Ez egy iszonyú fontos dolog ebben a kérdésben, és hogyha akik ezzel foglalkoznak, azok jól tudják, hogyha nincs stabil alap erőművi háttere egy országnak, akkor nem lehet véletlenszerűen ráengedni megújuló energiát akárhány százalékban. Bizonyos százalékban rá lehet.
akinek volt szerencséje Németország keleti felén, Berlin környékén és attól északabbra tengerpart felé az elmúlt években, és netán tavaly járni, az azt láthatta, hogy le vannak kapcsolva az ott igen nagy számban felépített szélerőművek. Le vannak kapcsolva, és azért fizetnek nekik, hogy ne termeljenek áramot, mert még a német nagyon stabil energiarendszer sem bírja el azt a véletlenszerűen jelentkező megújuló energia tömeget, amit ezek a megújuló energia termelők ráengednének a rendszerre. Tehát itt van egy nagyon súlyos szakmai kérdés, amivel rendszerint a megújuló energiát korlátlanul pártolók egyszerűen nem foglalkoznak. És itt egy nagyon izgalmas részt feszegetett miniszterjelölt úr, hogy van egy koncepció arra, ha jól értem, hogy a nagy tömegű szállítmányozásban résztvevő gépjárműveket ki kellene váltani minimum ilyen hibrid elektromosra, és ezeknek a töltési kapacitásával lekötni a véletlenszerű, netán a nem jó időben termelődő villamosenergiát. Mert a villamosenergiának van egy rendkívül kellemetlen tulajdonsága, hogy azt abban a pillanatban el kell fogyasztani, amikor megtermeljük. Ez a rendkívül kellemetlen tulajdonsága van. Ha nem ezt tesszük, akkor jön a tárolási probléma, amit ki ilyen-olyan módon megoldott, az osztrákok, ott vannak hegyek annyi, mint a nyű, annak a tetejére fölviszik víz formájában. Aztán ezt a vizet lezuhantatják vízformájában, éjszaka szivattyúkkal föltermelik, amikor nem kell az energia, napon meg lezuhantatják a vizet, és újra energiát nyernek belőle. De nálunk ilyen hegyek nincsenek, ezt azért tudjuk. És jönnek utána a különféle akkumulátor cellákban való tárolások, de ezek ipari méretekben ma még nem megoldott problémák. Tehát én ezt a részét kérném szépen miniszterjelölt úrtól, hogy ezt tisztázzuk, hány százaléknyi, körülbelül hány százaléknyi megújuló energia engedhető rá a hálózatra, a hálózat szétrázása nélkül, és a koncepciót, hogyha esetleg még hallhatnánk róla, ennek a kivédése, a megújuló energiák befogadásának és tárolásának a elképzeléséről. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt kifejezetten nem szeretném, hogy energetikai vitába bonyolódnánk a miniszteri meghallgatás kapcsán, tehát kérem képviselőtársam, hogy ettől tartózkodjanak a későbbiekben. Tehát még egyszer határozottan kérek mindenkit, hogy a miniszterjelölti alkalmasságról kérdezzék Süli Jánost a mai ülés folyamán. Utolsóként Volnár János képviselőnek adok még szót, utána pedig Süli János miniszterjelölt urat kérem, hogy adjon választ az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen, csak nagyon egyértelműen még egyszer. Én arról beszéltem, hogy az Amerikai Egyesült Államok nagykövete, adott esetben diplomáciai képviselete igyekszik nyomást gyakorolni különböző magyar politikusokra annak érdekében, hogy szétrolkodják a paksi atomerőmű bővítését, nem azért, mert meggyőződésük, hanem azért, mert az Egyesült Államok gondolja úgy, hogy az amerikai érdekeknek, geopolitikai érdekeknek útjában áll az, hogy Magyarország egy nagy összegű gazdasági megállapodást kössön Oroszországgal. Tehát még egyszer mondom, képviselőtársam, nem az én véleményem volt az, hogy Magyarország ezzel orosz befolyás alá kerül, kétségtelenül zajlik egy ilyen jellegű geopolitikai küzdelem, aminek miniszterjelölt úr rövidesen meggyőződésem szerint részese lesz. Ezt szerettem volna rögzíteni, és megjegyzem egyébként csak zárójelesen, hogy én például nem csodálkoznék azon sem, hogyha kiderülne mondjuk Jávor Benedekről, hogy gyakrabban jár az amerikai nagykövetségen, mint a Magyarország gyűlés épületében. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Süli János miniszterjelölt úrja a szó, kérem, hogy a elhangzott kérdésekre válaszoljon, megerősítve még egyszer csak azokra, amelyek a miniszteri alkalmasság kérdéskörét érintik. Öné a szó. Köszönöm szépen a kérdéseket, és akkor úgy gondolom úgy illik haladni, hogy a kérdéseket föltették az urak, akkor Galambos Dénes úr, hogy egyetértve a térségi kapcsolatok oktatásba betöltött dunajvárosi szereppel, itt hogy egy fontos dolog volna, hogy a Dunán összecsatlakozása van Dunajvárosnak és Paksnak. Tehát itt a acélipari szerkezetváltás, az szerintem, ami döntés is van, hogy próbáljunk olyan termékeket Dunajvárosba gyártani, ami felhasználható Pakson, illetve olyan nagy méretű berendezések gyártására is sor kerülhet Dunajvárosba, az ipari potenciált kihasználva, ami mondjuk hajón, ez közúton ezek a nagy méretű berendezések nem szállíthatók. Ezen dolgozni kell, egyetértek, dolgozni is fogunk. Akkor a második kérdést kaptam Szakács László úrtól. Ugye itt egy kis történeti visszatekintést, ha megenged, mert muszáj.
Tehát ugye mi 2007-ben kaptunk először felkérést a Paksi atomerőből, akkor még Veres János miniszter úr részéről, hogy kezdjünk el egy atomerőmű kapacitás fenntartást, illetve bővítés előkészítésének a munkáit. Erre alakult meg ugye a Teller projekt, aminek a végeredményét 2009. március 30-án a parlament 95,4%-os támogatással ugye elfogadta. Tehát ez tulajdonképpen itt a Szél Bernadett asszonynak is egy válasz, hogy itt nincs titkos paktum, meg egyéb, hisz a jelenleg érvényes parlamenti törvények szerint is, ugye parlamenti döntés született, tulajdonképpen azt lehet mondani, az atomenergetikában a mai napokig fönnálló négy párti konszenzus alapján ilyen nagy mértékben csak az üzemidő hosszabbításnak a parlamenti döntését támogatta a parlament, ott elérte a 96% fölöttit. Tehát tulajdonképpen ki lehetett mondani, hogy itt a bővítés utolsó fázisát kivéve mindig is több párti támogatása volt a magyar atomenergetikának Magyarországon. És azt is ki lehet mondani, hogy végig korrekt kapcsolat volt az orosz beszállító féle, hisz egyetlen egy alkalommal se volt zsarolás, semmi, hogy nem kapunk üzemanyagot, vagy bármilyen, vagy ha műszaki kérdés fölmerült, vagy segítség, akkor ne kaptuk volna meg ezt a műszaki támogatást az orosz fél részéről. Ugye azt lehet mondani, hogy 65-től, amióta a megállapodás megvan Oroszországtól, attól kezdve ez a üzletág vagy kapcsolat, ami az atomenergetikába egymáshoz fűz bennünket, az tulajdonképpen töretlen. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a törvénynek megfelelően, hogy fölhatalmazta a parlament az MVM-et, illetve a Paksi atomerőművet, hogy kezdje meg az engedélyezési folyamatát Paksi telepeinél két új blokk építésének. És ennek a folyamatnak különböző fázisai lezajlottak. Ennek a folyamatnak az is része volt, hogy 41 településsel lakossági tájékoztató, és az is része volt, hogy két esetben közmeghallgatás a környezetvédelmi engedély és a telephelyi engedély kapcsán Pakson közmeghallgatás volt. Ezen a közmeghallgatáson az ön kollégái részt vettek, több kérdést föltettek, és azokra a kérdésekre megnyugtató választ kaptak, hisz utána semmilyen egyéb reflexió nem hangzott el az önök részéről. Most perturbálódnak ezek az ügyek, de hangsúlyozom, hogy nem annak a érvényes jognak vagy törvénynek a keretébe, ami ma érvényes. Tehát én ezt tudom mondani, hogy a szabályokat végig betartva dolgozott eddig mindenki, és hogy ennek keretében a külföldi közmeghallgatások is megtörténtek, ahol ugye minden közmeghallgatásra megfelelő válaszok érkeztek. Az más dolog, hogy majd a környezetvédelmi engedély ugye első fokon kiadásra került, két környezetvédő szervezet megtámadta, de várjuk a másodfokú határozatot, illetve a telephelyi engedély is most már kiadásra került márciusban. Tehát ugye haladunk, és a haladásnak az is a része, hogy ezekre a kérdések időbe kezdtük, és az időbe kezdésnek pedig egyértelműen az a párt volt a legfontosabb támogatója és indikálója, aki akkor hatalmon volt. Tehát én itt ezzel kapcsolatban ennyit is szeretném egyébként, ha Szakács László úr, mivel arra törekszem majd, és ez ugye egy kicsit lehet, hogy összetettem válaszolgatók, hisz egyik kérdés érintette azért a másikat, hogy ugye négy párti konszenzus, most ugye több parlamenti párt van, de ezt mindenféleképpen szeretné fönntartani, és a titkosítással kapcsolatban is, hogy annyit, hogy én az egész életem az erőműhöz kapcsolódott, azt is tudom, hogy titkosítással hosszú távon nem lehet élni, mert nem lehet, akkor jönnek a mendemondák, jönnek a rágalma. Ugye amit a szerződés és az egyéb megállapodások titkosnak minősítenek, az persze ugye jogilag úgy kell, de majd háttekintettem a helyzetet, mondom, az egész munkásságom arról szólt, hogy itt a társadalom együttműködve nyílt tájékoztatás keretében a legkisebb problémákról is, hisz a minősítési rendszer és az erő jelenlegi erőműnek is olyan
hogy az üzemzavarokat ugye mindig közöljük, mindig besoroljuk, ezzel is a lakosságnak a tájékoztatását szeretnénk napra készen tartani, és azt, hogy nincsenek titkos dolgok az erőben. Van, ami anyagi egyéb dolgok miatt pillanatilag titkos, de azt gondolom, hogy minél inkább haladunk az erőm építése felé, annál inkább ezek a dolgok majd felszabadíthatók, és akkor ezért kértem, vagy kérem Önt, hogy nyugodtan szerintem meg lehet fontolni, hogy támogatást alkalmasnak találnak Önök, mert én ezt a politikát szeretném folytatni, hogy lehetőleg törekedjünk arra, hogy négy párti vagy több párti megegyezés keretében építsük meg Paksot, hisz másképp azt gondolom nem lehet. Ma az import tartósan 30% fölött van, aki a MAVIR adatait megnézi. Az is tény, hogy itt a januári-februári hideg napokban 54%-os importtal is találkoztunk. Tehát ha bekövetkezett volna egy rendszer üzemzavar keresztező távvezeték kapacitás, kiesett volna akár egy ónos esőtől, mint 3 éve előfordultak, akkor tulajdonképpen elég nehéz helyzetbe kerültünk volna. Tehát valószínű korlátozásokat kellett volna bevezetni, pont abban a hideg időszakban, amikor a háztartásokban a legnagyobb szükség volt a villamos energiára. Úgyhogy én bízom benne, hogy még Önök is támogatni fognak engem. És ugye az csak egy mellék gondolt, az a Volner János úrnak is a kérdésében benne volt, aki egyébként hatalomra vagy komolyan gondolja, hogy választást akar nyerni, annak nincs más lehetősége, mint ezt a művet támogatni. Tehát én úgy gondolom, mert valakinek ez később is nincs alternatívája Magyarországnak, más, mint hogy ezt az erőművet megépítse. Tehát ugye a lehetőségek, majd beszélünk még a kérdés vége fel, hogy mennyi napot, mennyit lehet a rendszerbe behozni, de azt gondolom, hogy anélkül, hogy új alaperőművet építenénk a következő időszakban, anélkül nem tudjuk megoldani Magyarországnak a stabil energiállátását, és ez gazdaságpolitikai, nemzetbiztonsági és számtalan vonzatot jelent. Hát így tulajdonképpen át is csúszok arra a kérdésre, hogy akkor, amit Ön föltett, tehát ugye itt az amerikai-orosz konfliktus nem az én ügyem, nem is látok bele, de előfordul, mivel 55% közbeszerzési követelményből meghatározva, itt ugye nyílt tenderen kerül beszerzésre, a berendezések 55%-a, így még amerikai beszállítói szóba kerülhet, akinek mondjuk jelentős ipari kapacitása van Magyarországon, és jelentős adófizető ma is Magyarországon, tehát ez szóba jöhet. Én, mint ahogy említettem, a titkosítást, azt mindenféleképpen a orosz-magyar megállap, tehát abban szükséges, legkisebb mértékben akarjuk, hisz mondom, akik itt ülünk azoknak, és az élet arról szólt, hogy ezt az iparágat másképp nem lehet szolgálni, meg megépíteni, csak hogyha nyíltan beszélünk minden gondunkról, minden eredményünkről. Úgyhogy ebben nagyon fontos, hogy együttműködjünk. Az is fontos, hogy a Paks 1-4, mint kérdezte, véleménye érvényesüljön, hogy az előkészítő fázisban a Teller projekt és a Lévai projekt, amelyik majd a parlamenti szavazástól Paks 2 megalakulásáig vitte a bővítéssel kapcsolatos ügyeket, és dolgozta föl több munkacsoportra szervezve, és abba is, hogy minden terület az oktatástól a térségfejlesztésig mindenek volt gazdája. Ezek a vélemények érvényesültek ki zömébe, ők képviselték, majd a mai napokban is arra folyamatosan kell dolgozni, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, napivá váljon. Én azt gondolom, hogy nagyon sok Paks 2-be pillanatnyilag is nagyon sok Paks 2-s kollega lépett át. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy nem az egyeztetés keretében valósul meg, de mindenféleképp kell egyeztetni, szervesen összefügg ugyanazon a területen. Van egy kerítés fogja elválasztani egymástól, vannak kölcsönös hatások lehetnek, ezek mind az engedélyekbe, egyébbe, mindenbe ki lett kérve a véleményük. Tehát azt gondolom, hogy itt lehet, hogy pont a pillanatnyi véleménye akkor a Hanvas úrnak az volt, hogy nincs meg a pontos feldolgozás.
vagy pillanatnyi napi együttműködés. Az átjárhatóságra személyzet, tehát biztos vagyok benne, hogy személyre szóló programot kell adni, hisz a Paks 1-4 az tulajdonképpen 32-37 be ki fog futni. Egyéb munkák még több évig lesznek, amihez hűteni kell az üzemanyagot, a kégett üzemanyagot, tehát van még, lesz még munka az erőműben, de úgy kell tervezni, hogy akit kiképzünk a Paks 2-re, azok időbe át tudjanak jönni, és lehetőleg a korfát úgy nézzük, hogy a Paks 1-4 üzemeltetését se veszélyeztessük ezzel az átáramlással, illetve biztosan, hogy egy 60 éves időtartamra épül a Paks 2, annak pedig ugye meg legyen az üzemeltető személyzete. Tehát a technológia az egyértelműen ugyanaz a technológia, ugye nyomott vízes blokk, csak a méretek, illetve a berendezések újszerűsége, hisz eltelt ugye a tervezéstől számítva több mint 40 év, értelemszerűen, hogy más. Egyébként utána a karbantartó az kiképezhet úgy, hogy átjárható, praktikus is, majd, hogy kiképzése úgy legyen meg, hisz jelenleg, hogy átállt Paks 1-4 blokka 15 hónapos ciklust, ez azt jelenti, hogy évente csak 3 karbantartás esik az 1-4 blokkra, ugye 18 hónapos ciklusra lesz a Paks 2-nek, ez azt jelenti, hogy ugye másfél évente, tehát a karbantartó személyzet műszaki háttér kihasználtságára mindenféleképpen egy jó szerződéses kapcsolat révén, hisz ugye Brüsszel kimondta azt is, hogy a két szervezetet egymástól jogilag elválasztva kell működtetni, de ez ezzel a együttműködéssel megoldható. Az üzemeltető személyzetnél, ott mivel a hatósági jogosító vizsga az egyértelműen, és lesznek ilyen előkészítő mérnökök is egyéb, akiknek a jogosítványa csak Paks 2-re lesz jó, hisz nem tud két különböző időben épített blokkon megfelelni ennek a követelménynek. Az, aki át fog kerülni Paks 2-be, az végérvényesen az a jogosítványjal fog rendelkezni, és ott fog dolgozni. Tehát de mondom, ennek is egyik feladat az, hogy megcsináljuk úgy, hogy a legkisebb konfliktussal és a legegyszerűbben, de itt személyre szólom, mindenkinek a zsebébe kell lenni annak a papírnak, hogy velem mi lesz. És hogy el kell kezdeni majd azoknak a személyeknek is a kiképzését, mert az is egy négy blokki tapasztalat, hogy az üzemeltető személyzet már az átvételi folyamat során vegyen részt a berendezések minősítésébe, próbájába, hisz annál jobban nem lehet megtanulni egy erőmű működését, mint aki kezdetektől végig benne van ebben a folyamatban. Úgyhogy ennyi. A beszállítói körrel, ahogy a Tóth Csilla asszonynal beszélt, ugye nem egyszerű a helyzet, de itt volt egy Brüsszel által kért, tehát itt volt egy 16 hónapos szünet is, hogy fel kellett függeszteni minden érdemi pénzkifizetéssel járó tevékenységet, és ennek keretében akkor tulajdonképpen az a fölkészítési program, amit a vállalkozók nem tudtak finanszírozni saját zsebből, ez nem mindig indulhatott, de nagyon fontos beindítani, hisz ugye fontos az, hogy lehetőleg minél több ember dolgozzon a blokkokon. Úgyhogy én azt gondolom, majd kisegítenek még a szó, Dúrik, hogyha ön kérdéseiből kihagytam, de azt gondolom, hogy a lényeget érintettem, akkor a Bencsik János volt tulajdonképpen, aki még hozzászólt, őnek a támogatását köszönöm, és hogy a előzmények alapján ténylegesen ugye volt, amikor közösen húztuk a gumicsizmát, mert amikor az érdemben a parlament döntés elhangzott, és utána a Fidesz kormány megalapult, akkor energetikai államtitkárként sok helyen kampányoltunk amellett, hogy ez a két új blokk majd időben, jó minőségben tudjon készülni. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és akkor én Szél Bernadett asszonynak ugye válaszolnék, akkor arra, hogy miért szükséges a blokk, vagy miért nem, már részben említettem, ez az importfüggőség, meg nemzetbiztonsági kérdése. Azt is ugye végigmondtam, hogy
Tehát ellátásbiztonság, de kiszámíthatóság is, illetve azt is elmondtuk, hogy 2009-ben volt meg a lehetőség, és a parlament elfogadta, utána pedig a törvény szerint jártunk el, és miért fogok felelni? Azért fogok felelni, hogy mindez megvalósuljon, és olyan minőségben, meg olyan pénzügyi keretek közt valósuljon meg, amiről a szerződés szól. Azt gondolom, mindenkinek az az érdeke, hisz ez egy európai referenciablokknak készül, hogy itt a határidő és a szerződésnek a költsége, az a költségkereten belül tudjunk maradni, hisz akkor nem lesz eladható ilyen blokk még. Tehát itt azt gondolom, hogy közös érdeke van az orosz félnek, meg nekünk is, hogy az előírt költségeken belül maradjon ez az erőmű, és arra fordítsuk a költségeket, amire fordítható. Én még azt a beruházást, ami érdemben nem kezdődött el, és még nincs is főszóban, nem minősíteném a korrupció melegágyának. Én eddig sok helyen dolgoztam, hogy ön azt mondta, hogy az emberi alkalmasság nem egy fontos tényező, vagy így kezdte valahogy a... Igen, de én meg azt mondom, hogy fontos, nekem van egy múltam, ez a múlt is arról szól, hogy valamilyen referenciát jelentek abba, hogy próbálom a lehetőségek szerint a legkevesebb sorlódással, a legtöbb munkával ezt a beruházást megvalósítani. És a miniszterelnök úrnál, mert kérdezte, hogy miről beszéltünk, hát arról beszéltünk, hogy ezt a művet akkor meg kell valósítani, és ennek a megvalósítása ő is tudja, hogy nem egyszerű, és akkor ennek érdekében akkor dolgozunk együtt. Tehát én erre nyújtottam kezet a miniszterelnök úrnak, és remélem a folyamat végig is tud menni, hogy akkor valamikor kinevezésre is kerülök erre a dologra. Én a lakosság fölkészültségéről, meg egyébről nem nyilatkoztam, mert én sem vagyok fölkészült bizonyos ügyekben. Tehát nem is várható el, hogy mindenki fölkészült legyen. Van egy bizalmi légkör, és ebben a bizalmi légkörben a választóknak a törvény szerinti eljárásaink meg kell bízni abba, és ez a bizalom, amikor mérünk, vagy mért a Teller projektbe, vagy Paks 2, akkor az üzemi blokkokkal kapcsolatban, ugye te majd kijavítanak a kollégák egy 70%-os, és a bővítéssel kapcsolatban, hogy a kisebb, de még mindig 50% fölötti mérések, támogatást hallottunk. És mivel a lakosságnak nem a felkészültsége kritizál, hanem az információ megszerzésének a képessége, hogy nem jut hozzá azokhoz a lényegi információkhoz. Tehát ő nem tud különbséget tenni abba, hogy most a napszél, vagy amit Font Sándor úr javasolt, hogy tartsunk itt egy kis fizikóórát, hogy mennyi alaperőmű kapacitás visel el megújuló kapacitást. Itt a Aszódi úrra hoztunk volna vetítőt már a lakossági fórumokon. Ezt több esetben kivetítettük, hogy a német energiarendszerben mit jelent ez a kapacitás, amit beépítettek, mennyi ennek a gazdasági haszna. Akkor ugye meglepő, de ezt nem tudjuk eljutatni minden háztartásba, hogy gondolja végig mindenki, hogy itt mennyi naperőmet kell megépíteni, ennek a költsége. Azt tudjuk, hogy ugye ugyanannyit termeljen, mint Paks. Paks ugye 90% fölötti teljesítménykihasználási tényezővel működik az 1-4 blokk is, ma is. Tavalyi 92% volt. Mivel az orosz blokknak a átrakási ciklusa 18 hónap, ezért garantált és lehet következtetni az 1-4 blokk tapasztalatában, hogy ez bizton 90% fölött lesz. Úgyhogy itt mi nem ábrándokat kergetünk a megtérüléssel kapcsolatban, hanem hiteles adataink vannak. Még a naperőművek kihasználtsága az körülbelül, hogy a 8600 órából, ha napsütéses órák száma megvan 2000 óra, akkor már jól jártunk. Tehát önöknek is egy közleményében benne van, hogy ugyanolyan teljesítmény, hogy biztosítani tudjunk az országnak itt 9000 valahány megawatt teljesítményt kellene az országba beépíteni, és ebből a Paks két blokk megépítéséből ennyi teljesítményt lehetne napból megépíteni, de ez ugye akkorá rendelkezésre csak, amikor süt a nap. De ekkor meg nem kell ennyi, mert most a csúcsidejű villamosenergia felhasználása Magyarországnak ilyen 6500-6600 megawatt
körül van. Tehát tulajdonképpen ott is a 3000 megawattal annyit tehetnénk, de az összes többi erőműnek állni kéne, hogy az osztrákoknak értékesítenénk, és akkor eladnánk jó áron, és amikor majd nem sütne a jó alacsony áron, és amikor majd nem sütne a nap, akkor visszavásárolnánk háromszoros áron, mint amit kaptunk érte. Tehát azt gondolom, hogy a lakosság ezzel nincs szembesítve, hogy pontosan mi ennek a háttere, és így nem is tud véleményem szerint felelősen dönteni. De abban szívesen közreműködünk önökkel, a Szódi úrral is, hogy ezeket a tájékoztató előadásokat közösen tartsuk meg a lakosság számára, és majd a lakosság, ha információval rendelkezik, akkor tud dönteni. De akkor se hangsúlyozom, hogy törvény Magyarországon érvényes törvények szerint nem kell népszavazást tartani ebbe az ügybe. Én a nemzetközi menedzsment kérdéséről mostanában nem hallottam, de ez két év, másfél éve volt téma Paks 1-4 blokk vonatkozásában. Akkor is én azt mondtam a Lázár miniszterelnök, vagy miniszter úrnak, hogy én nem támogatom, hisz olyat el tudok képzelni, hogy igazgatóság elnöke, vagy felügyelőbizottság elnöke legyen egy külföldi szakember, de azt, hogy operatív vezetőnek válasszuk, és ugye ez amikor kiderült, akkor egyértelműen ugye föl is adta mindenki, mind a német jelölt, mint a magyar kormány, és hogy ilyen operatív vezető az nem képzelhető el a Paks 1-nek az élése. Azt gondolom, hogy nagyjából fűtőelem, hogy a kérdését, de majd az asszódi úr még, ha akkor. Tehát jelenleg is, hogy a Paksnak előírás, hogy két év üzemanyagkészlettel kell rendelkezni, ennyi kisebb helységbe elfér a két éves üzemanyagkészlet, mint ahol most vagyunk, az erőmű teljes üzemanyagkészlete, és egyébként akkor is alternatív üzemanyagot, mi akkor az angol BNFL céggel kidolgoztató, le is gyártotta, aki egyébként ma már a Westinghouse tulajdonában van, hogy itt is mindig változnak, attól lehet, hogy ez már nem pontos információ. Egy tény, hogy ugyanezekben, amit a csehek szállítottak, reaktort oda, tehát a cseheknek az oroszok, ott ők használtak amerikai üzemanyagot. A tapasztalat, a megbízhatóság az üzemanyag tömörséggel kapcsolatban az orosznál jobbnak bizonyult, ezért visszatértek a csehek is. Tehát alternatív helyről be lehet szerezni, és pont azért kell két éves készletet tartani az erőműbe, hogyha bármi gond van, akkor két év alatt ez a megrendelés másik ország részé, máshonnan beszerezhetővé válik. De ugye a minőség miatt most is úgy szerződtünk, hogy 10 évre az oroszokkal, és a Foratom egyezmény szerint 10 évnél hosszabb kötelezettséget nem lehet vállalni, ezért is volt ugye ebbe is Brüsszelbe egy pont, de majd elválik. Úgyhogy egyelőre köszönöm szépen a kérdéseket. Köszönöm szépen a válaszokat. Azt gondolom, hogy meggyőző volt. Igen, Aszódi kormánybiztos úr, még önnél szó. Elnök úr, kérdezem, hogy a bizottsági ülés tárgyának megfelelően kell-e, hogy válaszoljak? Ahogy ön gondolja. Tehát ha az alkalmaság kérdésében van olyan kiegészítő információ, amit fontosnak tart, akkor azt tegye meg. Én azt gondolom, hogy miniszterjelölt úr azokra a kérdésekre, amik az ő alkalmaságához kapcsolódtak, ezekre válaszolt. Nyilvánvalóan egy hosszú projektről van szó, amelynek az előkészítése jó ideje zajlik. Meglehetősen bonyolult döntéshozatali mechanizmus kapcsolódik egy ilyen nagy projekthez, hiszen számos engedélyt kell beszerezni ahhoz, hogy a megvalósítás szakaszába lehessen lépni. Én szerintem a szükséges információk elhangzottak, és a jövőben abszolút nyitottak szerintem a felek arra, hogy minden további tájékoztatást megadjanak. Tehát természetesen, ha konkrét kérdés van, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. A vita végén még szeretnék összefoglalóként annyit elmondani, hogy nyilvánvalóan, amit Bencsik János képviselőtársam is felvetett, Volner János képviselő is megerősítette, hogy sem emberi, sem szakmai felkészültségét Süli Jánosnak nem lehet megkérdőjelezni. Én azt gondolom, hogy minden szempontból
egy remek választás volt a kormány részéről, és a miniszterelnök úr részéről is, hogy erre a feladatra Süli Jánost kérte fel, hiszen ne felejtsük el, nagyon fontos kérdésként elhangzott a társadalmi támogatottság, de a Paks polgármestereként ugyanazt a feladatot végezte a kistérségben is, nem csak a térségi területfejlesztési előkészítésben, hanem a tájékoztatásban is, ami a mai napig azt tartja fenn, hogy egyébként egy európai szinten is magas, ugye 70% fölötti támogatottsága van továbbra is a működő erőművi blokkoknak, és a többségi támogatottsága magának a bővítésnek is megvan. Azzal maximálisan egyetértek, és nagyon köszönöm a felajánlását, hogy minél több információval kell ellátni, nem csak a politikusokat, hanem a társadalmat is, minél több információ jusson el a magyar állampolgároknak, a magyar állampolgárokhoz annak érdekében, hogy a beruházás biztonságáról, a fenntartatóságáról és egyébként a magyar energiaellátásban betöltött szerepéről minél többet tudjanak a magyar választópolgárok is. Tehát az alkalmasság terén én azt gondolom nem is lehet kérdés. A beruházás nemzetgazdasági jelentőségéről megint csak beszélt Süli János, azt gondolom, hogy ez sem lehet kérdés. És nagyon fontos lenne egyébként fenntartani azt a politikai támogatottságot is a beruházás mögött. Éppen azért, mert ez ciklusokon átnyúló beruházás, maga a kivitelezési időszak is, arról nem beszélve egyébként, hogy ugye az üzemeltetés az hány politikai parlamenti cikluson keresztül fog működni, és azt gondolom, hogy kormánypárti ellenzéki képviselőként egyaránt egy dolog motiválhat bennünket, hogy a magyar részesedés minden nagyobb legyen a kivitelezésből, tehát azok a magyar beszállítói kapacitások, amik részben megvannak, részben kialakíthatók, azok minél magasabb szintre jussanak el, minél hatékonyabb és minél eredményesebb legyen a magyar vállalkozások felkészítése. Annak érdekében, hogy egyébként a véleményem szerint a kormány által kialakult 40%-os szint teljesíthető legyen. Ebben is nagyon sok tapasztalata van miniszterjelölt úrnak. Tudom azt, hogy polgármesterként is folyamatosan tartotta a kapcsolatot azokkal az orosz beruházásokkal, amik ugye a település élete szempontjából a bővítés miatt meghatározók lehetnek, tehát minden olyan információval rendelkezik, napra kész információval, ami ennek a feladatnak a megvalósítását jelentheti. Én szeretném is kérni, hogy folyamatos tájékoztatást adjon majd részben a Gazdasági Bizottság, részben az Energetikai Albizottság részére, úgyhogy arra majd miniszterként is számíthat, hogy ilyen megkeresést fog kapni tőlünk. Én magam is szeretnék megtenni mindent a bizottság elnökként is annak érdekében, hogy a politikai támogatottsága minél nagyobb legyen ennek a beruházásnak, hiszen ahogy miniszterelnök úr is említette, ne felejtsük el, hogy 2009-ben egy nagyon nagy támogatottsággal indult el az egész projekt, és akkor a Fidesz ellenzékből is támogatta azt, hogy a bővítés előkészítése meginduljon. Ezért sem helytálló volna János képviselőnek a megállapítása, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, vagy maga a Fidesz nem támogatta volna a paksi beruházást. Nem tisztem megvédeni vagy nem feladatom megvédeni a miniszterelnök urat. De azt gondolom, hogy ebben a kérdésben határozott véleményt formált már ellenzékben is, és a Fidesz valamennyi képviselője emlékeim szerint támogatta a beruházás előkészítésének a megindítását. 330 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, és 10 tartózkodással hozta meg a döntését akkor a magyar parlament. És én azt szeretném elérni, hogy a támogatottság minél nagyobb szinten meglegyen a politikában is, hiszen ha azt akarjuk, hogy a társadalmi támogatottság egyre magasabb legyen, akkor ahhoz a politikai támogatottságnak is meg kell lenni hozzá. Ehhez pedig információra van szükségünk, ezt az információt pedig a Gazdasági Bizottság ülésén miniszter úr majd kinevezését követően meg tudja tenni, és el tud látni bennünket olyan munícióval, ami nem csak a parlamenti viták során, hanem a képviselői fórumokon is segíti majd a munkánkat. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy a meghallgatásra rendelkezésünkre állt kollégáival együtt. Szavazásra tenném föl a kérdést, ki az, aki Süli János miniszterjelölt úr kinevezését a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezésért, megépítésért és üzembejezésért felelős tárca nélküli miniszterré való kinevezését támogatja, az készenem is jelezze. Köszönöm szépen. 9 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 3 tartózkodás, 9 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett a Gazdasági Bizottság alkalmasnak találta és támogatja Süli János tárca nélküli miniszterré való kinevezését. Ezzel az egyes napi rendi pontunkat lezárjuk. Kettes napi rendi pont, egyebekben van-e valakinek kérdése, felvetése? Amennyiben nincs, köszönöm szépen a résztvételt, a bizottsági ülés bezárom, mindenkinek jó és eredményes munkát és napot kívánok!